Hatalmas többséggel utasította el a brit alsóháza a Theresa May kormányfő nevével fémjelzett Nagy-Britannia és Brüsszel között született Brexit megállapodás tervezetet. A javaslatra 432 képviselő mondott nemet, mindössze 202-en szavaztak igennel. Az ellenzék azonnal bejelentette, hogy bizalmatlansági indítványt nyújtott be a kormány ellen. Erről ma este lesz szavazás. Az igen szavazatok száma 202, 432-en pedig nemet mondtak, tehát a nemek győztek. Volt, aki felhördüléssel, ki nagy tapssal fogadta a szavazati arányokat a brit alsóházban, miután a parlament elnöke felolvasta a kormány indítványáról szóló szavazás eredményét. 10 héttel azelőtt, hogy Nagy-Britanniának elvileg ki kell lépnie az Európai Unióból, a brit törvényhozás nagy többséggel utasította el a Brexit feltételeiről szóló megállapodást. Nyilvánvaló, hogy a ház nem támogatta a megállapodást, de arról semmit nem árul el a szavazás, hogy mit támogatna a törvényhozás. A britek népszavazáson döntöttek a kilépésről és az állampolgárok, de leginkább az EU-ban élő britek megérdemelnék, hogy lehetőleg hamarabb megtudják, hogy mi is fog történni velük március 29-e után, nyilatkozta Theresa May a szavazás után. Az ellenzéki munkáspárt vezetője Jeremy Corbyn a keddesti voksolás után azonnal bejelentette, hogy már szerdán bizalmatlansági indítványt terjeszt be a kormány ellen. Az eredmény a modern brit parlamentarizmus történetének legnagyobb arányú kormányzati veresége. A kormány 2 évig tárgyalt sikertelenül a kilépésről, és most egy olyan megállapodást nyújtott be, ami elfogadhatatlan mindenki számára. Az állandó vámuniót és az állampolgárok jogait és védelmét nem szabad figyelmen kívül hagyni, mondta Jeremy Corbyn munkáspárti vezető. A skótok és az északírek is elutasították a megállapodást, mert az szerintük ellentétes gazdasági érdekeikkel, és nem biztosítja a szabad átjárást és egységes piacot Írország és Észak-Írország között. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke Twitter üzenetében reagált elsőként az elutasításra. Azt hangsúlyozta, az EU nem akar rendezetlen Brexitet, de a bizottság folytatja a felkészülést a brit kilépésre. Emmanuel Macron szerint a briteknek lesz a legrosszabb, ha nem lesz megállapodás. Azonban kétségét fejezte ki, hogy az Európai Unió tovább tárgyalna a Brexit megállapodásról. A francia elnök úgy véli, a britek egy jobb megállapodást akarnak elérni, de mint fogalmazott, az EU nem fogja elárulni az európaiak érdekeit csak azért, hogy rendeződjön a brit belpolitikai ellentét. A britek lehetőségei a tárgyalások folytatására kimerültek, azonban lennie kell egy átmeneti időszaknak, ami alatt mindenről tárgyalnunk kell. Zavartalannak kell maradnia a közlekedésnek az EU és Nagy-Britannia között, és a brit üzletekben lévő áruk 70%-a is az EU-ból származik, tehát kell a megállapodás, mondta a francia elnök. A német kormány részéről Heiko Maas külügyminiszter reagált keményen a parlamenti szavazásra. Mint fogalmazott, a játszadozások ideje már lejárt, nincs sok idő a megállapodásra. A németek szerint viszont új tárgyalásokra van szükség, mivel mindenképpen el akarják kerülni a vámhatár bevezetését Nagy-Britannia és az EU között. Maas bejelentette, hogy Berlin nyitott a Brexit elhalasztására is, ha London ezt kérné az Európai Uniótól. Theresa Maynek a súlyos vereség ellenére nem áll szándékában lemondani. Közölte, ha a kormány a bizalmat kap, egyeztetéseket kezd, hogy mire lenne szükség a Brexit megállapodás elfogadtatásához. Azonban a parlamenti vita lezárulta után ő is azt közölte, hogy csak 2 alternatívát lát, a Brexit folyamat leállítását, vagy a megállapodás nélküli kilépést az Európai Unióból. És akkor most kapcsoljuk tudósítónkat, Kertész Róbertet Londonból. Szervusz, most nem kezdjük azzal a kérdést, hogy hogyan tovább, mert ezt a jelek szerint Nagy-Britanniában jelenleg úgysem lehet pontosan megmondani. Azt viszont tudjuk, hogy ma este mi várható. Ugye a legfontosabb ügy a Theresa May ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány, ami viszont várható lépés volt, erről beszéltünk korábban is. Szóval egyre többen és egyre valószínűbb lehetőségként beszélnek, mint megoldási lehetőségről a Brexit elmaradásáról. Ez csökkent tenni a kialakult kedélyállapotot? Szervusz, napot kívánok! Valóban az egyik lehetséges forgatókönyv az, hogy Nagy-Britannia március 29-én, a meghatározott határnapon, mégsem lép ki az Európai Unióból. Ennek 2 módja van, vagy a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyének aktiválásáról szóló
bejelentés visszavonása, vagy az, hogy felkéri Nagy-Britannia az Európai Uniót és a bemaradó 27 országot arra, hogy hosszabbítsa meg a tárgyalási határidőt, amely március 29-e. Az előbbi tűnik könnyebbnek, ez London szuverén joga bejelenteni, hogy visszavonja az 50. cikkely aktiválásáról szóló bejelentést, amelyet Theresa May 2017. március 29-én tett. Mindenképpen azonban kiszámíthatatlan következményekkel járna ez, hiszen érdemes felidéznünk, hogy a 2016-os népszavazáson több mint 17 millióan szavaztak arra, hogy Nagy-Britannia lépjen ki az Európai Unióból, és Theresa May maga is számtalanszor elmondja, hogy az ő elárulásuk lenne az, ha Nagy-Britannia nem lépne ki az Európai Unióból, a kormányában az esetben nem teljesítené azt az utasítást, amelyet 17 millió választó polgár a népszavazáson a résztvevőknek több mint az 51%-a, majdnem 52%-a utasította a kormányt. Tehát ez komoly politikai nehézségbe ütközik. Nem lehet tudni pontosan, hogy ha idefelé, erre felé indulnak el a folyamatok, akkor hogy lehet eljutni egyáltalán odáig, hogy Nagy-Britannia mégse lépjen ki március 29-én. Az egyetlen korlátozó és kényszerítő tényező az idő. Tehát nagyon kevés, gyakorlatilag semmi idő nincs már arra, hogy előről kezdjenek egy újbóli tárgyalást, egy új megállapodásról, vagy akár a jelenlegi megállapodás újra tárgyalásáról, átalakításáról. És akkor az egyetlen alternatíva maradna a megállapodás nélküli Brexit, amelynek viszont abszolút nincs többsége a parlamentben és a közvéleményben sem. Tehát mindez illusztrálja, hogy mennyire bonyolult, mennyire kiszámíthatatlan a folyamat. Theresa May-nek ma a legfontosabb feladata azonban mindenek előtt az, hogy túlélje az ellene indított bizalmatlansági indítványt, az este 7 órára kitűzött szavazást az alsóházban. Folyamatosan figyeljük továbbra is itt az M1-en is a londoni eseményeket. Kertész Robertnek addig is köszönjük szépen.